az Iman Experiment néven alkotó Kovács Anita, avagy Nita, 5 éve foglalkozik producerkedéssel. A projektben a dalszerzéstől egészen a mixingig mindent saját maga csinál. Zenéje a dream pop, space pop és experi pop műfajokba sorolható, hangzásvilága a modern elektronika és vintage hangszerek ötvözete adja. A Hologram névre keresztelt első nagy lemeze 2017 nyarán jelent meg, a második korongon éppen most dolgozik. Második új albumodon dolgozol éppen. Igen. Milyen lesz ez? Hogy fog kinézni? Igen, igen. Az első album az szerintem sokkal kísérletibb volt, mint ami most lesz. Igazából most valami olyasmit próbálok elérni, hogy több
commerce hangzást viszek bele a zenémbe, de úgy, hogy nekem tetszen, mert hogy egyébként nem szeretem nagyon a commerce zenét, meg a mainstream popot, és ezt úgy próbálom megoldani, hogy felhasználom azokat a struktúrákat, amit alapvetően a popzenében szoktak, viszont úgy próbálom ezeket beépíteni, hogy nekem is tetszen. Uh-huh. Szóval kicsit leküzdöm a határaim, vagy valami ilyesmit. Uh-huh. Uh-huh. Mik a terveid a koronavírus utáni időszakra? Hát egy turné. Szeretném, hogy megjelenjen az album, és utána azonnal el tudjak menni turnézni, és keresek egy lemezkiadót, amiről még nem beszélek. Egyelőről, uh-huh. hogy nem akarom így elszólni, de az is tervben van, és most már szeretnék nagyon egy menedzsert. Uh-huh. Mert hogy ugye eddig én voltam a menedzser is, ilyen 15 ember egy szemében, és az már kicsit fárasztó. Meg úgy érzem, hogy kinövi a projekt lassan, hogy kell már tényleg valaki, aki tud ezzel sokkal többet foglalkozni, mint amennyi időm van rá. Úgyhogy azt is szeretnék most már. És egyébként a fővárosban általában hol hallhatunk, láthatunk téged? Hát igazából az a furcsa, hogy Budapesten az utóbbi időben nagyon keveset játszottam. Ugye az album készítés miatt is egy kicsit visszafogtam magam koncertezés szinten, és most legutóbb inkább csak vidéken voltam különböző kis klubokban, Debrecenben, Szegeden, most terveztem volna a Miskolcra is menni, csak ugye, hát most ez nem jött össze, majd jövő nyáron.
to death. A gun can only hurt you if you hold it to your head, your head, your head.